És akkor úgy néz ki a dolog, hogy oda megy a vendég, ott megveszi a jegyet. Csoportnál egyéni jegy van? Vagy egy csoportos jegy van, 15 fő felett van csoportos jegy. És az egy darab jegy. Hát ez egy darab. Általában a számlát kérnek egyébként, mert mindenki pályázatos történetből jön, és akkor megkapja a számláját, átutalásra is kész. Ha kéri, akkor én 30 darab jegyet is odaadok neki, de annyit nem szok, mert akkor néznek ki a belépő jegyet. Azt majd egyet... Beválsz a kettőt is, jó? Na várjál, bekapcsolom a tízest. És akkor megkapják a... Kérjük válasz nyelvet, ugye kiválasztom most a magyart. Üdvözlünk a János Vitéz látogatóközpontban. Látod? A kiállításban te leszel Jancsi segítője. Kalandod során kövesd a lábnyomokat. Alkosd meg saját kukorica Jancsidat. Ha elkészültél, érintsd meg a pipát. Ugye össze tudjuk állítani, hogy hogy nézzen ki kukorica Jancsi, a szeme, a hajsza, a bőre. Na, négert nem lehet ezt most előre mondom, mert általában ez a szokott indítani, hogy csináljunk négert. És akkor ilyen a ruhájának a színét, mindent ki lehet választani. Nem tudom, de mindig vöröset csinálok, úgyhogy most csináljunk valami mást. Jó, legyen fekete, barna szemekkel, mert ez egyébként a legélet, jó koszos ruhában, ez is teljesen tehető. Igen, és akkor lenyomod a pipát. Ugye akkor az operátori felületen megjelenik, hogy kukorica Jancsi testrészt. Van alternatív útvonal is, ezt itt tudod beállítani, hogy az mit jelent? Kerekesszékes. Mert ugye nem tudnak végig menni rajta. Egyébként itt tudnám állítani a csoport létszámát, én nem szoktam vele bajlódni, a kollégák még igen. És akkor itt tudom elindítani, látod? És ennyi elindított. És akkor most tudunk bemenni. És ezt még ott állítják, vagy itt állítják itt, be? Itt. Onnan is be lehet, de itt szoktuk ez itt... Hát most komolyan a profilnak tűnik, mert ugye itt van ez a igen. Na most innentől kezdődően időzítve van minden, és hogy tovább fogunk menni. Jó. Jó? És akkor az a kukorica Jancsi, amit összeállítottál, az volt jelen. De tök jó. Jól voltam. Lányomokat követjük, és mindig addig megyünk el, amíg mondom, hogy el lehet. Most itt idáig tudunk eljönni. Ajtonyítás érzékelők és mozgás érzékelők vannak mindenhol. Most azt is mondom, majd tud tolni. Itt például van egy ajtonyítás érzékelő, ahogy bejövünk. A szerver indítja az ajtonyítás érzékelőt. Tüzesen esett le a nyári napsugára, az ég tetejéről a juhászbojtára. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, a juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Mert a pázsit fölött heverésző juhász, kukorica Jancsi, ki is lehetne más. Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, illuska az, Jancsi szívének gyöngyháza. Haladj tovább illuskáig. Ide jövünk tovább, hát itt a mozgás, van, illuska. Mozgásérzékelő elindítja. Gyere ki, Galmi! A csókot ölelés. És hogyha ide áll, akkor elindul a kamera. És hogyha több ember van, tehát csoportnál. Hatan vagyunk bent legfeljebb. És akkor lásd meg a szerelmeseket, érítsd meg a madarat. Nyom meg a madárkát. Kicsalta a leányt édes beszédével, átfogta derekát mind a két kezével. Megcsókolta száját nem egyszer sem százszor, ki mindeneket tud, azt tudja csak hányszor. Fordulunk ide Illuska most a anyához, itt nincsen semmi, automatikusan indul a program. Úgy néz, mint egy Tóth asszony egyébként. Becsületlen teremtés, gyalázatos pára! Ilyet mertte tenni világnak csúfjára? Lopod a napot és istentelenked el? Nézze meg az ember, hogy tüstét vigyen el! Ha nem akarja, hogy felgyújtsam a házát, meg ne illes csak edd ezt a szegény járvát! Haladj tovább, és segíts Jancsinak megvédeni anyáját. Ez egy mozgásérzékelő képernyő, nem is érintő képernyő. És itt gyűjtöd össze a bárányokat. Addig, amíg a csiga átér, egyszerre csak egyet érzékel, mind a hat gyereknek is szokott esni egyébként. Jól belassítva ezáltal a folyamatot, de nem baj. Ugyanis ezt nem lehet összegyűjteni. Ugye a történetben az alapkonfliktus, ugye elszöktek a birkák, be van építve ide egy farkas, hogyha megnézed, ez már ilyen teljesen ilyen tervezői szabadság. Ez nincs a történetben. Csak addig, amíg átél. A legfeljebb egyébként 4 birkát lehet összegyűjteni, de ezt ugye senki nem tudja. Gyűjtögetik ezzel. És átélt a csiga és egy. Gyerekek nem szoktak megijedni? 6 év alatt én nem nagyon szeretem, hogy bemennek. Aha. Mert erről beszélni akarta felé, és csúsztatva ad neki vissza a lyukokat.
De itt van az indulatos gazda, megjelnek a juhok a tableten, és így visszaadjuk neki. Kapu előtt állt az indulatos gazda. Jó, ugye? Elpusztulj előlem, többé ne lássanak! Jancsi gazdájából így töltek a szavak. Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat. A petrencés rúddal Jancsi utazza. A petrencés rúd a kezében, a hatodikosoktól itt azért mondjuk van a petrencés rúd, meg a toldiban a... az, igen, a, merre és van. Mi a kettő között, igen. A különbség, stb. De a nyelvezet az abszolút a toldiból jön, tehát elvileg, aki a toldit már olvasta... Ne, ez János Vitéz. Ez a János Vitéz vagy? Az idézet a János Vitéz. Igen, igen, tehát elvileg a nyelvezet ilyen szempontból nem okoz gondot, mármint ha már tanulták. Na most erről is azért tudnék mesélni, hogy mit tanulnak. A legtovább Iruska házához. Most jövünk ide Iruskához. Iruska ugye itt van az ablakban. Szőke vagyunk, kék szemű. Szűk tavasza. Utolszor szólt itten furulján panasza. Utolszor ölel. Utolszor csókolat. Elváltak egymástól, mint ágtól a levél. Mindkettőjük szívelet puszta, hideg tél. Úristen, jönnek elő a memoriterek. Igen, igen. Egy nagyon durva. Nagyon durván, igen, ez valóban. Mert ott a PC fel van címkézve, most így látszik. Aha. És oda szoktál felmászni. Hát vagy én, vagy valamelyik kolléga, mert hogy azért nekem tériszonyom van, de jó. Indulj tovább az úton. És hagyd el a falut. Na, itt van egy ajtónyitás érzékel ebben az ajtóban, azért is ilyen vastagok ezek az ajtók egyébként. Ezt meg lehet fogni, hogy kinyakasztom. Meg persze, addig, amíg én ezt nem csukom be, nem indul el a helyszín. Uh-huh. Viszont nem célszerű sokáig csúsztatgatni, mert akkor a végén a program is csúszni fog, mert az időzítések miatt. Most becsukom. És hogyha összeakadnak a csopik, nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. Átmegyünk az esőfüggönyön keresztül. Ez betök jó. Igen. Ez miatt nem való. Azt mondjátok? Azt igen. Attól függetlenül benyomtam. Nem kaptak még rohamot? Fogtam a gyerekek a fejét. Zsiványok, csákányok, pisztolyok. Ha jól megfontoljuk, ez nem tréfadó. Itt vagyok a zsiványt meg a hajtajában. Ah. Addig, amíg a tablet nem mond utasítást, addig sehová nem megyünk. Szokták érteni egyértelműen, hogy hogy működik? Nem, kell a segítség. És akkor ki jön? Mindig van velük tárgat vezető. A két lányka vagy te? A képen, igen. Uh-huh. És itt is ajtonyítás érzékelő, és most itt volt el a helyszín ezzel a zenével. Zsiványtanya. Igen. De 12 zsivány van. 12-en voltak? 12-en. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy a meséztem 12. Mondom, én direkt nem olvastam, most már a rég volt. Ez az egész kinek az ötlete volt, hogy legyen egy ilyen János Vitéz. Akinek az hangja szól a tabletelő polgármester úrnak a titkárnője volt, magyar szakos tanárnő, uh-huh. És ő gondolta, hogy egy ilyen látogatóközpont, viszont a technikai kivitelezés ez a pályázat. Hogy most a kincses kárthoz, megtöltöm Parisztiánt. Pályázathoz volt írva. Hogyan mondom? Elviszed a pénzt? Ugye elviszi a Kukorica Jancsi a pénzt? Uh-huh. Elviszi vagy nem? Hát vigye. Nem viszi. Nem viszi? És mindjárt húzik az idézet, hogy miért Istenem nem viszi. Istenem teremtőm! Mit beszélek én itt? Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit? Tám minden darabhoz vérfoltok ragadtak. Már rémlik. S én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag? Na, hogy a gyerekek sem tudják, pedig elvileg olvasom. Azt én nem tehetem. Nincs elromolva a lelki ismeret. A digitális oktatású meg van a véleményem, amúgy. És akkor hozzá kell érni, ez is egy ilyen mozgásérzékelős, ez egy képernyő egyébként, csak be van építve az installációba, megkapjuk a gyertyát, felvillan a fény, és most lenni. Megyünk tovább, igen. Itt mindig ilyen idő van? Mindig mennek, megy a klíma, igen. Van fönt két főszivattyú. Megújuló? Igen, az uniós pályázatnak az volt a feltétele. Na, ez nem működik az áramszünet óta. A gyertyát csúsztatva, gyújtsd fel a zsiványtanyát. Itt van egy zsiványtanya, amiközben lángol, csak ugye most nem fog lángolni. Tápkábel problémája van, szét kell szedni az ajtót, és ki kell cserélni a kábelt. Az benne nem ez a léte. Igazából meg kell rendelni a kábelt az internetről, mert nincs. Tehát amikor ez a pandémia van, azóta semmi nincs. Semmi. És mindent rendelgetünk, és így két-három hetet várunk, hogy megérkezik. Akkor még nem állt keresztbe semmi a szülzi csapon. Hát, nem, az a másik. Emiatt ez most nem működik. A vendégek nem tudják, mert csak... Igen. Ugye itt azért lángol körülöttünk a lecsók azért világban. Most már világ
világosabb lesz, majd fölfelé is néz. Ha valaki a kerekesszékkel jön, az erre fog tovább menni. Ott de csak itt válik kettő? Igen, itt válik kettő. A napfénye ezek fegyverén. Szoktak jönni egyébként? Mennék én is. Ja, ez meg ilyen fotópont, nem? Igen, csak itt nem fogom tudni majd, mert és fel kell öltöztetni a Jancsi huszárnak. Huszár lett Kukorica Jancsiból. Ó, mindjárt vége a sztorinak. Most lehet megnézni, de viszont 6 főre nincs idő. Magyarnak teremt az Isten lovat nyerget. Csillagokat rúgott szilaj paripája, mikor Jancsi magát fölvetette rája. Csak ugye mondtam, itt válik ketté a kerekesszékesek, itt maradnak. Tableten megkapják ezt az útvonalat, és akkor utána itt mennek át a temetőhöz rögtön. Hú, az olyan magas. Itt lépcső van, majd figyelj, jó? Ugye megyünk Tatárországba, itt látod a Szerecsen királyt, amit éppen elintézi a magyar seregnek, hogy átmehessenek Tatárországba sértetlenül. Ugye itt vagyunk Tajánországban, ahol olyan hideg volt, hogy a huszárok a lovukat a hátukra vették. Tényleg. Megyünk Lengyelországba, Líbiába, ahol olyan meleg volt, hogy a huszárok a felhőből facsartak vizet. Majd megyünk Franciaországba. Mikor a magyarság beért az országba, a törökök ott már raboltak a japán. Gyerekek szokták érteni, hogy ezt érincs meg oda, nyúljál? Azt igen. Ez megy neki. És a kerekesszékes az itt jön? Nem, a kerekesszékes az majd előjön vissza. Majd maga majd mutatom, én nem jutott oda. Agya fi! Úgy is sok vagy egy legénynek! Megállj, én majd kettőt csinálok benne! A kincselekedet, amit megfogadtam. Szegény török pasát! Ketté hasikoltam. Na, ez is szintén egy ilyen mozgásérzékelős képernyő. Ez valamelyik videójátékról van kopintva. És az akadályokat kell átugrani. És úgy tudja utolérni Kukorica Jancsi a basa fiát, aki menekül a francia királylánya. Egyébként time out be van építve, tehát nem tudnak szórakozni vele fél napon keresztül. Tehát igazából aki is ugrik, ha... Ugrani nem ugrik, csak előbb-utóbb utoléri. Ja. És akkor így. Na ez megy nekik, tehát a tabletet, képernyőket, szenvációs, ahogy használják. Amúgy. Jó, hát most már ők ebbe születnek végül is. Igen. Ott van a királylány. Igen, és akkor gyakorlatilag, ugye kiszabadítottuk a francia királylányt. Lép be a palotába, és add vissza a királynak a lányát. Itt Kukorica Jancsi vissza-vissza francia királynak. Pedagógusok szoktak pluszban hozzátenni, vagy örülnek, na, hogy nem nekik kell? Na, lépcső, tükör. Itt jössz át a huszároktól. A mozgást. Igen, és ugye itt van a francia királynő, és csúsztatással visszaadom a királynak. Aha. És a mozgáskor előzött itt jön át. Itt megy vissza. Én a tenedet már kihúztelem. Mától fogva neved János Vitéz legyen. Degék János Vitéz, hadd most beszédemet, minthogy megmentettek kedves gyermekemet. Vedd el feleségül, legyen ő a tied, s vele foglald el királyi székemet. János Vitéz lett Kukorica Jancsiból, ugye a francia király nevezi előtt János Vitéznek. Operátori területen, ha rányítok, mert én már másképp nem látom. Egyszer, mint azt is ki kell nyilatkoztatnom.
hogy én a jóságot el nem jutalom. Minden minden esti lesz a teli zsákot, és boldogítsd vele magadat és mátkádat. És itt is van ajtónyitás érzékel, hogy addig, amíg ezt az ajtót nem mozdítom, addig nem indul el a helyszín, igen. Ezek az ajtókkal nem szoktak problémát lenni? Meg szoktak lógni a saját súlyuk miatt. Direkt kiporog? Direkt kiporog. Tök jó. Ott az első felé. Ja, a tollam. És itt van az első rész kiára. Aha. Ja, az volt a toll rajta. Nagyon szép a húves félek. De itt a gondolatom. Na és a tabletán látjuk, hogy mi történik Kukorica Jancsival, miközben megy hazafelé a gáján. Ja, neki nincs szerencsége igazából, mert hogy itt is viharba keveredik. És ugye mi történik a gájával? Ezt így közben mesélni szoktuk egyébként. Uh-huh. Elsüllyed. Úgyhogy úszunk. A lépcsők mozognak. Eddig a lépcsőfokig gyere el. És ugye hogyan menekül meg János Vitéz a viharból? Én ismer a felhőt, hogy megmenekül. Belekapaszkodik a felhőbe, meg kell nyomni a felhőt. Rátalál a griffmadárnak a fészkére. Rendelj haza Iluskához a griffmadárral, én is már. Ez nekem annyira nem tetszik ez a griffmadár egyébként, meg kell érinteni a pártát. És így érkezünk ez griffmadár? Ez úgy néz ki, mint egy medve. Ez annyira nem, ez annyira nem. Ez az agyat nekem nagyon nem tetszik. És átmenjünk a faluba, mert ugye a griffmadár viszi haza János Vitézt a faluba, igen, ahol megtudja az egyik menyecskét, hogy Iluska már meghalt. Hol van Iluska? És kimegy a temetőbe Iluska sírjához. Bent a rózsák. És ugye a boszorkány, a mostoha anyja kínoszta halálra Iluskát, és mindjárt mondom, mikor váltott fel a rózsát. És ugye leszakít a szár rózsát Iluska sírjáról, hogyha hozzá kellene érni a rózsához, ami egyébként egy sima tablet. És megkaptuk a tabletre. Sima Lenovo tablet uh-huh. Az is. Mennyire kell ezeket cserélgetni? Ó, ezeket kell. Lejtik. Meg... Ja, de nyakba akasztatós. Na hát, de túl rövid a... Ja. Igazából ez egy tarisznya. Légyőséges társam vándorlásaim. És ugye megkaptuk a rózsát, és akkor innentől kezdődve viszont a mesebeli helyszínek következnek. Uh-huh. Indulj tovább a vándorúton Óriásországba. Hát az óriás fűszálak között megyünk át Óriásországba, de... És akkor így oda a sarokba, akkor ott fog mellé. Jó, hát az kell. Itt vagy! Jössz te, és ebédelj velünk! Az óriás király. Ha nem nyelsz kősziklát, mi majd téged nyelünk. Találd el az óriás király fejét a szikladarabbal. Három lehetőséged van. Úgy győzte le az óriás királyt, hogy a szikladarabbal dobáljak, vagy dobálom, jó? Itt is van timeout, tehát nem tud végtelenségi. És akkor az ott összegyűlik, és visszajön ide a bogyó? Visszajön a labda, igen, az optimális esetben, de egy már fönt maradt. Sőt, kettő. És ezért majd be kell jönni. Egyébként ez nem attól, ez nem az ütéstől, hanem a timeout kapcsolva. Ja, aha. Úrú kis csinálunk! Kegyelmez! Kegyelmez! Mert mi téged íme királynak fogadunk, csak ne bánts minket is, jobb ágyaid vagyunk. Vigy, kegyelmes urunk, magaddal egy sípot, ott leszünk, mihez jobb ágyaid hívod. Kaptunk egy sípot a tabletre, amit ugye viszünk meg magunkkal. Indulj tovább az óriások asztala alatt, a sötétség birodalmába. Most megyünk a boszorkányokhoz, ugye ez itt egy asztal. Igen. Egyébként. Jó, itt a kulcsukon, hogyha benézel, ott a boszorkányok már gyűlést tartanak. És akkor bemegyünk, mert itt is időzítve vagyunk. És gyakorlatilag itt is ajtónyitás érzékelő van, tehát ezt az ajtót azért
Uh-huh. Ugye 6 főnél nyilván ez az ajtó itt tárgy, mennyit, ha van. Persze. Ezek hangszigetelt ajtók is, tehát hogyha... Na. De nem hallatszik át, mondjuk, ha... De áthallatszik, azért indítjuk 10-15 percenként a csoportokat, ugye nyomjuk a sípot, hívjuk az óriásokat. Ez a projektor most egy kisebb projektor, mint ami itt szokott lenni, uh-huh. Majd elmondom a végén, azért is kisebb a kép. Az ujjaddal irányítsd az óriások ökrét. Figyelj, hogy ne nyúlj át a keretet. Itt van egy érzékelő. És így tudjuk lecsapni a boszorkányokat. Na ez nehezen megy mindenkinek. Ja. Mert nem értik, hogy mit akarunk tőlük. Aha. Ugye a piros boszorkány hal meg utoljára, mert az Iluska mostoha anyja, és kivilágosodik a sötétség országa, amikor az utolsó boszorkány meghal. Indulj tovább! És ott van egyébként a másik részt. Uh-huh. És akkor megyünk tovább az operenciás tengerhez. Na igen, itt vannak a tapancsnyomok. Igen. Mit vagyunk az operenciás tengeren? Hát epilepsziások itt is. Igen, előnyben. Ezzel ez a baj. Megjelenik az óriás mindjárt a falon. Ugye a vállán viszi át János Vitézt az operenciás tengerre. Hát igazából ez egy ilyen pici vízőre is elindult, amit tekertetni szoktuk a gyerekekkel, mert ugye abban a nagyobb poén van. És tekerít, mint a izé. Ez a, amivel a napernyőket szokták kinyitni. Ez okásmi. Olyan bonyolultan van összerakni, hogy ez úristen. Tündérország. Ott van a világnak vége. A tenger azon túl tűnik semmiségben. Nem olyan könnyű ám a bejutás oda. Őrizi kapuját sok iszonyú csoda. És ha nyílik a kapu, na ezzel az ajtóval rengeteg bajunk volt, az iszonyat. Tehát volt úgy, hogy le is volt kapcsolva a másik három ajtó. Tehát működik manuálisan is egyébként, uh-huh. Úgyhogy mi szétfogunk meg De ez azért, mert lassú vagy. Kiment oda a végpontra, és elindult vissza. És nem áll meg. Az szép. De ez ilyen programozási... Programozási. És ott van most már 2 jelenlét érzékelő, uh-huh. Ami ott tartja az ajtót. Tehát ezzel nagyon sokat szenvedtem. Fél évig nem is működött, tehát ilyen magunk mint titogattuk, meg csuktuk össze az ajtókat. A sárkányos ajtó az fölmegy, mert ez egy garázskapu egyébként. Ja. Ugye a sárkány. Akkor a sárkány nem János Vitéz, és itt vagyunk a sárkány szívénél. Győzd le a sárkányt! Szorítsd össze a szívét! Na itt is nyomkodják össze-vissza. De csak oda kell. De csak ennyi. De ez a poén benne egyébként, tehát én ezt szoktam hagyni. Bújj ki a sárkány gyomrából, és lépj be Tündérországba. A három rétegű a sárkánynak a bőre, és a három rétegen keresztül vágjuk ki magunkat Tündérország, és akkor ez egy kicsit olyan, mint egy szabaduló szoba is. Egyébként, ha beengednék ide jövő vendéget, nem jönnek ki, de ez biztos. Hát jó, mint hogy azért, tényleg. Hát teszteltük, majd ezt is elmondom, hogy teszteltük, hogy hány fő is, hogy kellett állat az ember is. Az életszava, nagy projektor betíti a képet, amúgy. Országban csak híre sincs a télnek, ott örökös tavasz pompájában élnek. Klímaváltozás. Igen, ez a rózsát a tolva. És a János Vitéz bedobja a Iluska sírjáról szakított rózsát az élet tovának, és akkor Iluska életre kell. Ezeket a mese motívumokat, meg ilyesmit szokták érteni egyébként. Az igen, az igen. A tündér nemzetség gyönyörű körében, s kedves Iluskája szerető körében, mai napig János Vitéz ő kegyelme, szép Tündérországnak, díszeteket, egyedül
anyagilag tervezték, Csüri Johanna tervezte magát a grafikai részt. Az egészet, igen. Uh-huh. És utána ezeket számítógépen, és utána ezeket kinyomtották valahogy, tehát ez már annyira nem az én hatáskörön. Persze. A szőnyegeket azokat Franciaországból hozták, és gyakorlatilag a zenét is kifejezetten ide írta egy zeneszerző, uh-huh. helyszínenként külön-külön. És ugye mindegyik helyszín egy ilyen épített installáció, ugye hang- és fénytechnika, ha felnézel. Igen, az irdatlan mennyiség. 27 darab hangfal van bent, 34 darab PC, 10-valahány mozgásérzékelő kamera, beltéri kamera is van, 12, uh-huh. tehát van egy Nobus kamera rendszer, amivel hozzá gyakorlatilag tudjuk követni a uh-huh. látogatót. És hát ez a rengeteg cucc, tehát hogy ez nem is tudom néha. Ez még pályázati forrásban. Mennyi volt a megvalósítás? 408 millió forint, de nem fér bele. Uh-huh. Nem fér bele, tehát az informatikai része miatt nem fér bele, mert nem tudták, hogy mibe vágják a fejszélyüket. Persze. Szerintem nem. Hát ha meg tudták volna, akkor olyan árat mondanak, hogy... Valószínűleg nem csinálják meg egyébként, uh-huh. én inkább erre hajazom. És ugye mindegyik szoba egyedi, úgy van összerakva, egyedi ötletek alapján, uh-huh. tehát, hogy igazából... Itt szoktak rongálni? Nem, mert benn vagyunk valami, ja, de félek. Egyébként próbálnak felfeküdni rá a gyerekek, tehát azért van a fiúk, főleg, hogyha 6 fiúval mennők azért, uh-huh. hogy... ja. De nem tek mit tudom én, amilyen kiáll, nyom meg izé, hogy nem tördelik, nem... Nem, annyira megvan, tehát hogy mondjam, annyi inger éri egyszerre, uh-huh. hogy azzal már nincs ideje foglalkozni, hogy mit kéne letörni. Ja, mert hogy folyamatosan figyel, és folyamatosan igen. jön valami, és így ez így nem. És a pedagógusi visszajelzések, vagy bármi visszajelzés alapján a gyerekeknek mennyire szokott? Hát a gyerekek azok, akik kilépnek az ajtón, és azt mondják, hogy menjünk vissza még egy tényleg? Kört, tehát hogy ez áll valami. A mamának lesz, hogy nekem valaki mondja, és akkor így, amikor kijövünk, akkor fennem az a pedagógiai foglalkoztató.